Ezen a környéken is megpróbáltak pénteken betörni eddig ismeretlen tettesek ingatlanba. Az éjszaka folyamán Szekszár több pontján is megpróbáltak bejutni házakba. Itt a Bródy Sándor utca környéki ingatlanban a műanyag bejárati ajtókra akkora lyukat égettek a zár mellett, hogy pont egy ököl beférjen. Így akarták azután a kulccsal kinyitni a bejáratot. De mivel a kulcs nem volt a zárban, ez meghiúsult. Ezután az előszoba ablakot próbálták 8-9 helyen felfeszíteni, mindez hajnali 1 órakor. A tulajdonos felébredt, hívta a rendőröket, akik perceken belül kiérkeztek, a betörő azonban meglógott. Komlosiné Kis Anett, a rendőrség szóvivője azt mondja, akár egy álkamera is távol tarthatja az elkövetőket, vagy éppen a televízió szimulátor, amit már kevesebben ismernek. Ez olyan kicsi eszköz, amit be tudunk kapcsolni, beteszünk a lakásunkba, és különböző villódzó fényeket bocsájt ki magából, olyan hatást kelt, mintha működő tévénk lenne. Aztán, ami még egy nagyon pici, és nagyon sokan nem is gondolnak rá, hogy egy kicsi villanyt, egy kis fogyasztójú villanyt felkapcsolva hagyunk. Ez is általában el szokta a betörőket riasztani. De érdemes a kerti növényzetet, sövényt is úgy gondozni, hogy a házunk jól belátható legyen. Ha lehet, a postaládán szereplő névből ne derüljön ki, hogy az illető egyedül él az ingatlanban. A szóvivő hangsúlyozta, a rendőrségi autók folyamatosan járőröznek a város különböző pontjain. A vezetők minden alkalommal, amikor reggel eligazítást tartanak, vagy az éjszakás állománynak, mindig felhívják a figyelmet, hogy egy adott területen, város adott pontján, vagy egy település adott pontján az elmúlt időszakban milyen bűncselekmények történnek. Ilyen esetekben természetesen a rendőrök mindig fókuszálnak ezekre a helyzetekre, és kiemelt figyelmet fordítanak a járőrözés során azokra a területekre, ahol korábban bűncselekmények történtek. A rendőrség nem erősítette meg az információt, de feltételezhető, hogy a betörések egy országos elkövetés sorozat részei voltak, amit egy bűnbanda tart kézben.